11 kiló 60 dekás öreg érett gimbika trófeája mellett állunk, páratlan 20-as ágszámmal. Liechtensteini vadász vendégünkkel sikerült elejteni ezt az általunk ismert koros gimbikát. Az elejtés körülményei elég érdekesek voltak, ahogy említettem is, két napon keresztül vadásztunk a bikára. Az életét úgy mondom, hogy nehezen adta, nehezen áldozta a vadászat oltárán, és hát a vendég is megküzdött a bikának a terítékre hozásáért. Egy nádas berkes égererdő környékén vadásztunk a bikára. Nehezen vadászható, nehezen megközelíthető területrészről van szó, ahol nádas, víz, bokor és egyéb olyan terepakadályok állják az útját a vadász embernek, amik tényleg megnehezítik a vadászatnak a folyamát. A negyedik kimenésre tudtunk a bikához olyan közelre csúszni, ahonnét már a lövést meg lehetett kockáztatni, és szinte azonnal tűzbe rogyott, tehát nem kellett után keresni a vadat. Páratlan 20-as ágszámú érett öreg gimbika trófeája mellett állunk. Vadász ember számára azonnal látható és felismerhető, hogy egy koros gimbika jegyeit hordozza magán a trófea gazdája. Érdekessége, hogy itt a rózsatő alatt van egy kis kinövés a agancstőből, ami egy kis rózsa kezdeménynek indul. Itt a bal szárán a jégágát már lespórolta, a középágaiból az erő elfogyott, tehát visszarakott, jól felismerhetően mutatta ezt a jegyet. A szemágai meghatározóan erősek, a koronája egy jól szétterülő sokágú korona mind a két szárán. A színe egy kicsit világos, de én azt gondolom, hogy összképében nézve egy igen kívánatos trófea a vadász vendég falán.